Etika legfontosabb ünnepe a húsvét ünnepe. Az etika legfontosabb ikonja a föltámadási ikon. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Krisztus Urunk meghalt, a halálba utánunk jött, és utána magával ránt egy másik életbe minket. Biológiai halálról és morális halálról is szó van. A biológiai halál is azt jelenti, hogy amikor meghalunk, utána Krisztus Urunk új élettel ajándékoz meg minket. Itt vetjük fel az etikának a legfontosabb kérdését, hogy miért legyek én jó? József Attila teszi fel a drámai kérdést, miért legyek én jó, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Az etikának ez az alapkérdése, miért legyek én jó, miért legyek én tisztességes, hát úgy is meghalunk. A húsvét adja rá a választ, azért legyek jó, azért legyek erkölcsös, tisztességes, mert ez az egész földi élet arról szól, hogy nem valamit teszek, jót meg rosszat, hanem tulajdonképpen önmagamat teszem. Önmagamat alkotom, önmagamat hozom létre. Az egész földi időnk, az egész földi életünk arról szól, hogy az énünket, az arcunkat tegyük olyanná, akit majd Krisztus Urunk megragad és méltónak talál, hogy az ő jobbjára üljünk. Itt értjük meg a szabadságnak a lényegét. A szabadság nem azt jelenti, hogy válasszunk így és válasszunk úgy, hogy válasszunk jó és rossz között, hogy mindig máshogy válasszunk. A szabadság lényege az, hogy szabadon lehetőséget kaptunk valami véglegeset alkotni. Karl Rahner, a teológus úgy mondja, a szabadság képesség a véglegességre. Képesség arra,
hogy mindig a legjobb énemet válasszam, és majd önmagamat tegyem valamilyenné a földi életem során. A húsvét nem csak a biológiai halál, hanem a morális halál, az egzisztenciális pokol, a sötétségből való föltámadásnak is az ünnepe. Azt látjuk az ikonon, hogy Krisztus Urunk ellenállhatatlan erővel száll alá, és ragadja magával az óembert, Ádámot, és viszi föl a magasba. Valahogy azt a mozdulatot látjuk, ahogy Krisztus Urunk odalép Zakeushoz, odalép a bűnös nőhöz, ahogy a tékozló fiú apja elé szalad a fiának, aki térdre esik előtte. Végig ezt a kegyes mozdulatot látjuk, ahogy az Isten elénk siet. Valahányszor vágyunk arra, hogy olyan jó lenne jobban élni, olyan jó lenne váltani, letenni terheket, életstílust és máshogy élni. Olyan jó lenne ezt az egyetlen ketyegő, drága életünket jobban élni. Valahányszor ilyen vágy van bennünk, ez a vágy tükörképe annak, ahogy az Isten vágyik ránk. Ahogy ő lép oda mindig az emberhez, hogy gyere egy jobb életre. Talán antropomorfnak, túl emberinek tűnik, ha az Istenbe belevetítjük, hogy az Isten vágyik ránk, de mennyivel jobb Isten képez, mint Arisztotelésznek a mozdulatlan mozgatója, vagy mint a filozófusoknak az abszolútuma, a lelketlen, tökéletes Isten képe. Mennyivel érzőbb szívű, dobogóbb szívű Isten képez, hogy vágyik ránk az Isten. A Biblia meg is fogalmazza, téríts minket magadhoz, Urunk, és mi megtérünk. Vágyakozzál ránk, gyere értünk, és akkor mi is fogunk tudni menni feléd. Az ikonon még azt látjuk, hogy Krisztus Urunk alászáll, és a lába alatt összetöri a sötétségnek a kapuit, itt a zárak és a láncok szerteszét esnek, betöri a sötétségnek az ajtaját. Ellenállhatatlan erővel száll alá, és összetöri a sötétség kapuit. A morális pokol, az egzisztenciális pokol azt jelenti, amikor sötétben vagyunk, és nem tudjuk hogyan tovább. És azt hisszük, vége, csak rossz megoldásaink vannak, és ilyenkor tegyük kezünket a szívünkre, mindannyian úgy gondolkodunk, hogy rossz megoldásokon törjük a fejünket, agresszív megoldásokon, bűnös megoldásokon, öngyilkosságon, menekülésen, nincs tovább. Ez a lelki pokol. Voltunk ott már mindannyian. A húsvét annak az ünnepe, hogy ott nincs többé sötétség. Egyszer volt igazán nagy sötétség Krisztus Urunk nagy péntekjén. Azóta nincs olyan sötét. Ő jön a maga fényével, dicsfényével, és jön ebbe a mi sötétünkbe is, összetöri a kapukat, a zárakat, amelyeket mi zártnak hiszünk, és megmutatja a fényt, a kiutat, hogy van tovább, van jobb megoldás, ne a bűnös megoldáson törjük a fejünket. Az egész ikonnak a közepe és a leggyöngédebb mozdulata, ahogy a két kéz találkozik. Azt látjuk, hogy nem két egyenrangú kéz kapaszkodik egymásba, hanem egy gyönge és egy erős kéz találkozik. Egy élettel teli kéz és egy haldokló szürke kéz. Egy szent kéz és egy bűnös kéz. Ahogy megragadja a szent, az élettel teli, tiszta kéz ezt a gyöngeséget, ebben van benne az egész megtérésünk, az új életünk. Amit mi adni tudunk, az a magunk gyönge keze. Amit mi adni tudunk, az a gyöngeségünk, mert ez a miénk. És ha ennek tudatában vagyunk, soha nem leszünk gőgösek és beképzeltek, bármit is kaptunk, mert tudjuk, hogy a miénk igazán az a gyöngeségünk, a többi az ajándék. Ha a gyöngeségünket akarjuk odaadni, azt jelenti, hogy sötét helyzetben sem gondolkodom rosszul, nem tetézem a helyzetet, nem rontom a helyzetemet még bűnökkel. Uram, ilyen nehéz a helyzetem, ezt bízom rád. Én nem akarok bűnt elkövetni. A gyöngeség Istenre való bízása azt jelenti, hogy találkozunk. A jobb élet, az életstílusban a váltás, a megtérés, az nem egyszerűen onnan ered, hogy az ember töri a fejét, hogy kellene jobban élni. Ez nem egy racionális belátás. Nem egyszerűen egy érzelmi megrendültség, hogy undorodom magamtól és máshogy akarok élni. Nem egyszerűen egy stratégiai kalkulálás, hogy hogy éri meg jobban élni, hanem ez egy találkozás.
hogy találkozik az ember a föltámadottal, és ha gyönge is, elkezdi hinni, hogy lehet élni máshogy. Majd ezután az óember, ha jobb akar lenni, ezután vezekelnie kell, gyónnia kell, munkát kell végeznie, stratégiai lépéseket kell végezni, hogy kijöjjön a gödörből, a mélypontból, de ez már mind csak következmény. A legelső pillanat, az a teremtő pillanat, az a legfontosabb, abból fakad az egész új élet. Amikor ezt mondom, hogy föltámadt Krisztus, vagy megerősítem, hogy valóban föltámadt, én ehhez olyan nagy örömet érzek, mint amikor az apostolok meglátták, hogy valóban föltámadt Jézus Krisztus. És akinek én köszönök, vagy aki köszön nekem, és én megerősítem, kettőnket ez a öröm kapcsol össze egy igaz hitben. Ilyenkor mindenki együtt van a családjával, távoli rokonok hazautaznak, és együtt viszik szenteltetni a húsvéti eledet, amit a 40 napos bőjt alatt megtagadtunk magunktól. És ilyenkor, amikor a templomban is összegyűl az a sok ember, és együtt imádkozik, és utána együtt örül annak, hogy Krisztus feltámadt, akkor az valami hatalmas öröm az egész világnak, és szerintem egy új kezdet is lehet. Ez olyan, mint egy nagyon jó foci meccs, ahol végig küzdjük az egészet, szívünket, lelkünket beleadjuk az egész játékba. Szinte vért izzadunk a pályán. Ez a nagy bőjt, 40 napon keresztül küzdünk és harcolunk az ördög ellen azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el húsvétkor. És úgy néz ki, mintha elvesztenénk azt a mérkőzést, ugye már nagy pénteken meghalt Krisztus érettünk. De jön a hosszabbítás, és Krisztus föltámad. És azt hiszem, hogy a hitetleneknek ezt úgy tudnám mondani, hogy ezután, egy meccs után, miután összeborulunk és összeülelkezünk a csapattársakkal, és felkiáltunk azt, hogy tényleg győztünk, azt jelenti, hogy Krisztus föltámadt. És erre a válasz az, hogy valóban föltámadt, tényleg győztünk. Jézus megnyitott egy olyan utat számunkra, amit nekünk követnünk kell, hogy ő föltámadt, és hogy ott lehetünk az ő országába, és hogy a halál után is van egy élet, ott ki van zárva a rossz. És tudjuk, hogy ott vannak fent a szeretteink, és mi is oda fogunk majd kerülni. Ez a lényeg szerintem. Minden hívő emberben el kell, hogy indítson valamit ez a gondolat, aki hisz Istenben is, hisz a föltámadásban. Bennem is lejátszódik valami az én lelkemben, amikor a templomban ülök, és meghalom a harangzó zúgását, és azt mondom, hogy valóban föltámadt, mert hiszem, hogy a halál után is van élet. Szerintem mindenképpen van annak értelme, hogy Isten néha igenis csapásokat vet ránk, és néha történnek velünk nagyon rossz dolgok. Képesek vagyunk elcsüggedni, elveszíteni néha a hitünket. Uram, miért éppen velem történik ez, amikor nem is cselekedtem semmi rosszat? Alapból nem vagyok rossz ember. Vannak olyan emberek, akiknek sokkal több bűnük van, mint nekem, és mégis velem történnek ezek a nagy csapások. De az lenne a legjobb, hogyha belegondolnánk, hogy mindig valami valamiért történik. Hogyha bízunk benne akkor, amikor rossz nekünk, amikor fáj, akkor biztosan minden rendbe jön, és Jézus Krisztus mindig mellettünk lesz. Édesapám halála előtt még egyszer találkozhattam vele, ezért rengeteget imádkoztam, mivel szüleim elváltak, és nem igazán tartottuk a kapcsolatot édesapámmal, de már így kezdtek megoldódni a problémák, elkezdtünk telefonon beszélgetni, és találkoztunk is egyszer, és hirtelen egyik napról a másikra kaptunk egy hírt, hogy apa meghalt, és ez egy akkora fájdalom volt, akkora nagy szenvedés volt, és nagyon nehezen viseltük el, mikor már
teljesen odáig jutottunk, hogy talán megint minden rendbe jön és minden jó lesz, de ez mégis azért egy nagy csoda, mert rengeteget imádkoztam azért, biztos testvérem is, hogy még egyszer találkozzunk is, és legalábbis úgy váljunk el egymástól, hogy szeretettel is, és békességben, és ez így sikerült, és ez egy nagyon nagy csoda volt jó Istentől. Szerintem ezek a rossz dolgok segítenek nekünk abban, hogy jobbnak lássuk az életet. Vagy például ne féljünk a haláltól, mert Krisztus is föltámadt, és mondja mindig, hogy föltámaszza egyszer a halottakat. Akkor húsvétkor én mindenkinek adok egy másik esélyt. Például akiben eddig nem bíztam, vagy haragudtam rá, abban elkezdek bízni, vagy megbocsájtok neki, és elkezdek benne is jobban bízni. Mert teljesen átértékelődnek az emberek ilyenkor. Az, hogy érzem, hogy velem van a jó Isten, és hogy szeret engem is, és hogy van, aki ennyire szeret engem is, ez ilyen nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, és ez egy nagyon nagy boldogság, amire az egész életünk alapulhat. És akkor szerintem legalábbis nekem ezért sikerül sokszor mosolyognom, meg szerintem ezt érzik az emberek, hogyha valaki így lelkileg vagy belülről jól érzi magát és boldog. Hogyha rajtunk, akik ide járunk mondjuk ebbe a görögkatolikus gimnáziumban, nem látja senki, hogy milyen örömet okoz nekünk a húsvét, akkor az ember, aki soha nem megy el templomba, az hogy érezhetné? És ezt érzem saját környezetemben is, hogy tényleg hatalmas felelősség van rajtam, mivel egy olyan környéken laktam régebben, és lakok most is, ahol nem sokan járnak templomba, és vasárnap sokszor megkérdezik, hogy hova mész, és azt mondom, hogy templomba megyek, és lassan-lassan az egyik néni húsvétkor is elmerészkedett a templomba, és ez egy hatalmas öröm. Feltámadt is. Jön az örömhír, hogy most Jézus már tudjuk, hogy él örökké, és ezután már nem tudnak tőlem mit elvenni, csak ez van bennem, hogy Jézus él, és mikor a keresztények mondják, hogy Krisztus él, akkor egy olyan ember, aki nem hisz, az nyilván megkérdezheti, hogy na jó, de hol él? Itt él, járkál közöttünk, mint egy kísértet, vagy mint egy szellem, de én nem így képzelem el az egészet, hanem Krisztus bennem él, és minden emberben. És ezt nekünk kell felfedezni, hogy igen, van az embernek olyan, amikor látom, hogy annyira jó, hogy ez csak is Krisztus munkálkodása lehet benne. Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűn nélküli Úr Jézust imádjuk, keresztre őt leborulunk Krisztus. A Szent Liturgia után a húsvét vasárnap ünnepének egyik jellegzetes szertartása, a Pászka szentelés következik. A szentelt kalács a pászka, és a többi húsvéti étel, a töltött bárány, sonka, tojás, kolbász, sárga túró és bor megáldása. A húsvéti kosárba tett ételek beszédes jelek. Sokszor mélyebb valóságot érintenek, mint a szavak. A látható által Isten láthatatlan világába vezetnek. Mert mi megkereszt által lőn az egész világ öröme. Minden korában az Istent énekeljük az ő föltámadását. A pászkát többnyire nagy csütörtökön vagy nagy szombaton készítik, nagy pénteken sohasem. A tésztafonatok a kalácson Krisztus testét, a tövis koronát és a keresztet jelképezik. A pászka tetején lévő öt rózsa pedig Krisztus sebeit. A húsvéti liturgiában ismételten visszatérő szó a pászka eredetileg a zsidók egyiptomi fogságból való kiszabadulását és az átmenetet jelentette, utalva a Vörös-tengeren való átkelésre. De kellett rítus is, mely által Isten tettére úgy emlékezhettek, hogy közben a szeretet lakomája az ünneplő embereket is egyétette, és ez lett a húsvéti vacsora, a pászka. Húsvét az egész emberiség kivonulásának, pászkájának az ünnepe lett. Krisztus a népek pászkája, aki beteljesíti az ígéreteket, és megvalósítatja az emberekkel az utolsó kivonulást a halálból az életre, és a földről az égbe.
Nagy Pászka, hívő Pászkája, a paradicsom ajtaját megnyitó Pászka, és minden hívőt megszentelő Pászka. Nagyon régi húsvéti étel a tojás, az élet és újjászületés archaikus jelképe. Keresztény magyarázat szerint, amint a tojásból új élet kell, úgy támad fel Krisztusi sírjából az emberek megváltására. Egy másik felfogásban a tojás héj az Ószövetséget, belseje az Új Szövetséget jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott vérére emlékeztet. Húsvéti bárány az ünnep áldozati jellegű étele, amelyet már az ószövetségi zsidók is fogyasztottak keserű salátával és kovásztalan kenyérrel. A húsvéti báránynak hiba nélkülinek kellett lennie. Bérével megkenték az ajtófélfát, hogy az egyiptomiak elsőszülöttjeire lesújtó úr a zsidók házait megkímélje. Izsák helyett leölt kos szerepel Ábrahám áldozatában is. Engesztelő napjukon pedig a zsidók a pusztába bűnbakot eresztettek. Minthogy Jézus az emberiség váltságára jött a földre, érthető, hogy az újszövetségi könyvek ószövetségi előképekre támaszkodva Krisztust Isten bárányának nevezik. Végül is minden jel annak a Jézus Krisztusnak a jelenlétére mutat, aki feltámad halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.